itt a Mezei Jancsa Senior Strandkézilabda Emléktorna. Az előző részben elmondták a játékosok, hogy mi a véleményük erről a nagyszerű játékról, most pedig a döntő résztvevői szólalnak meg. Az évad utolsó megméretetésére tehát Dabason került sor, ahol az immáron hagyományossá vált Mezei Jancsa Senior Emléktornát rendezték. A verseny szomorú esemény miatt kerül megrendezésre évről évre. Ezt a tornát édesanyánk emlékére tartjuk évről évre. A szomorú része ugye már sajnos, hogy csak az emlékére, de nagyon örülünk, hogy mindig népszerű a torna, és hogy évről évre még a lelkes kézilabda sportolók még most is hódolnak a sportág szeretetének. Úgyhogy mindig nagy örömmel jövünk, és látjuk itt ezt a kis zsúfolt strandot, ahogy mindenki küzd, és összeszedi magát, és hajt. A Magyar Kézilabda Szövetség egykori munkatársa rajongott a sportágért, és amellett, hogy űzte, mindent megtett azért, hogy hazánk még sikeresebb legyen kézi fronton. Hát, mint tudod, édesanyám nagyon sokáig kézilabdázott, strandkézizett, és utolsó éveibe is. Imádta, szerette, és az ő tiszteletére rendezük minden évben meg a tornát. Ancsa gyermekei is mindent megtettek, hogy méltóképpen adózzanak édesanyjuk emléke előtt, és egy színvonalas tornát szerveztek a Pest megyei településen. Csaba szerint nem volt nehéz dolguk, a csapatok szívesen jöttek a nyár utolsó tornájára. A szervezőben nem nagy munka, hál' Istennek sokan szeretik a strandkézit, úgyhogy nincs nagy gond vele. Ahogy azt már említettük, az emléktornán nem a végeredmény kerül reflektorfénybe, inkább mindenki szeretné jól érezni magát és egy jót játszani. Olyan hangulat van, meg tudod, ez egy kézilabda nagy család, ha körbenézel, itt ismeri mindenki a másikat, és hát ez egy ünnep végül is. És erre az ünnepre bizony neveztek is a csapatok szép számmal. Ez főleg a hölgyek mezőnyére igaz, itt 8 csapat képviseltette magát. Az együtteseket 2 négyes csoportba sorsolták, az aljelű kvartettben a Csigabigék, az Angyalkák, az Ötje Budapest és az XXL Tapolca rugaszkodott egymásnak. Az Ötje fölénye megkérdőjelezhetetlen volt, a fővárosi gárda mindössze 1 fél időt veszített, méghozzá a tapolcaiakkal szemben, ám a szétlévéseket ott is 5-0-ra megnyerte, így veretlenül jutott az elődöntőbe. A második helyre a Csigabigék értek oda, az ő nevük mellé egyetlen vesztes találkozó került a csoportgyőztesek ellen. Harmadik a Tapolca, negyedik az Angyalkák alakulata lett. A B csoportban az egyszer volt a Majákok, az Anza és a Mangó vágott neki a küzdelmeknek. A Mangó 6 ponttal tudta le az első 3 meccsét és lépett a legjobb 4 közé, ahova a Majákok csapata követte 4 egységgel. A harmadik helyre az egyszer volt, míg a negyedikre az Anza ért oda. Az alsóházi rájátszás után a 7. helyért az XXL Tapolca és az Angyalkák küzdhettek meg. A Balaton partjak nem adtak esélyt ellenfelüknek, 2 fél idő alatt győzték le a földre szálltakat. Az 5. pozícióért vívott csata már kiélezettebb küzdelmet hozott. Az Anza megnyerte az első játékrészt, a második 10 percet azonban az egyszer volt húzta be, így jöhetett a szétlövés. Itt ismét az Anza bizonyult jobbnak, igaz mindössze 1 találattal, de az övék lett a legjobb alsóházi helyezés. Az első felsőházi elődöntőben az Ötje tűnt esélyesebbnek, ám a B csoportot második helyen záró Majákokat ez nem igazán érdekelte, és egy végletekig kiélezett meccsen szétlövésekkel múlták felül ellenfelüket és jutottak a fináléba, ahol a Csigabigéken szintén ráadásban túllépő Mangó várt rájuk. Előbb azonban még hátra volt a bronz meccs. Az Ötje és a Csigabigék a csoportban már találkoztak egymással, akkor a budapestiek szétlövésekkel diadalmaskodtak, és ez Ájosztókon sem változott. Összesítésben 31-28-as győzelmet arattak a fővárosiak, így az övék lett a bronz érem. Jöhetett a várva várt finálé, két ugyancsak nem is olyan régi ismerős, a Majákok és a Mangó között. A Mangó a B csoport nyitómeccsén egyszer már legyőzte döntőbeli ellenfelét, mindössze 1 góllal szétlövésekkel. Erre most nem volt szükség, az utolsó találkozón 2 fél idő is elég volt a sikerhez Krucsó Andráéknak, aki szerint ebben közrejátszhatott az is, hogy a nap végére kicsit bővült a csapat létszáma. Reggel 4-en voltunk az alapcsapat, gyorsan igazoltunk egy kapust, egy kiváló kapust, és még 2 védőjátékost, és minden meccset megnyertünk. A torna legjobb játékosának választott Visei Ágnes szerint nem kell semmi különlegeset beleképzelni a győzelembe, csak tették a dolgukat. Hát titok nem volt. Mindenki hozta a formáját, már amennyire sikerült, helye közel összejött. Jót játszani jöttünk, ennyi. Az összeszokottság azonban biztosan javított az esélyeken. Szerintem mindig azon múlik, hogy mi azért így ismerik egymást, meg
Mindenki szívvel lélekkel játszik, úgy, mint a többi csapatnál is szerintem elmondhatom. De vajon a legisebb szurkoló szerint megérdemelte a győzelem? Igen! Igen, megérdemeltük. A második helyen záró majákok sem szomorkodtak. Edzőjük Bócz László ezúttal új szerepkörrel mutatkozhatott be. Eddig ugyanis játékvezetőként tevékenykedett. Hát ez csak egy felkérés volt. Senior torna, lányok jó fejek, ismerem őket régóta, ennyi. És így legalább megtapasztalom a másik oldalt is, hogy amikor ugye én is fújok, akkor mi az, amikor esetleg rossz ítélet van, ezt el kell tudni viselni, ugyanúgy, mint a többi edzőnek. Lászlónak nincs könnyű dolga, itt ugyanis nincsenek meg azok a kellékei, amelyekkel a pályán szokott fegyelmezni. Tanos, sincs se síp, se piros lap, így kicsit nehezen, mert azt hozzá vagyok szokva, semmi. Hát igyekszem jó szóval, tanácsokkal, ennyi. Amit esetleg látok a többi tornán edzők, hogy próbálják, ugyanúgy én is. Az újdonsült edző elégedett a lányok teljesítményével és első komolyabb saját sikerével is. Döntőbe jutással túl teljesítették, amit maguktól vártak, úgyhogy azt kértem élvezzék, hol sikerült, hol nem, mindegy. Második hely megvan. A 2014-es Mezei Ancsa Senior Emléktorna női mezőnyében tehát a Mangó diadalmaskodott a majákok előtt. A férfiaknál már nem volt ilyen nagy a létszám. Három csapat, a Salgótorányi Strandépítők, Senior, a Sivatagi Vihar és a Kebelyó Oszkuró nevű alakulat küzdött az első helyért. Azt tehát biztos volt, hogy ére mindenkinek jutni fog a férfiak mezőnyében. Ennek ellenére mindenki komolyan vette a meccseket. Az urak körmérkőzéses rendszerben játszottak le két fordulót, ezután dőlt el a végeredmény. Vagyis csak dőlt volna. Ez alatt a két kör alatt ugyanis olyannyira körbeverték egymást a csapatok, hogy a végén mindenkinek a neve mellett 4 pont díszelgett. Az első rund után még a Kabaya Oscuro állt az élen, a második két meccs azonban a Salgótarjáni Strandépítőknek kedvezett, akik mivel plusz egyes félidő arányjal zártak, felállhattak a dobogó legfelső fokára. Ebben azonban még ők sem voltak biztosak, így eshetett meg az, hogy Petrecki Tibor Horti Gábortól tudta meg, hogy végül az ő csapata veheti át a legnagyobb trófeát. Megmondom őszintén, most még nem tudom a végeredményt, mert sok volt a keresztbe verés, de ha minden igaz, akkor mi nyertük a tornát. Így van, hát én vagyok az első, aki mondtam, ti vagytok a győztesek. Hát, köszönöm szépen. A második körben szemmel láthatóan jobban ment a játék a tarjáni szenioroknak. Ennek okát Szabó Attila a csapat előző napi komoly felkészülésében látta. Hát azt hiszem, hogy igazából délutánra pihentük ki az éjszaka fáradalmait, így a második mérkőzéseken már jóval jobban ment a játék, és azokat a hibákat, amit az első két mérkőzésen vétettünk, azt ki tudtuk küszöbölni, szerintem ennek köszönhető, hogy megnyertük ezt a tornát. Az alapos éjszakai tréning sokat kivett a játékosokból, de persze vidáman teltek az órák. Hát jól éreztük magunkat. Bővebben? Hát bővebben nagyon jól éreztük magunkat. És a Salgótarjányiak ezzel nem voltak egyedül ezen a dabasi hétvégén. Az idei nyár is bővelkedett a gyönyörű megmozdulásokban és látnivalókban. Egy ezekből készült válogatással búcsúzunk az idei strandkézilabda szezontól.
utolsó állomáson is befejeződött a strandkézilabda torna. Dabas búcsúzik önöktől, köszönöm, hogy figyeltek ránk, viszontlátásra!